Na, sziasztok! Én Alex vagyok, és ma ismét egy Silver Clover élet lenne, Ö, szeretném ma bejelenteni, hogy mától elérhető az OP Skype PvP, ugye még beta verzióba szóval ez nem teljesen, nincs még teljesen kész, ugye. Ö, akkor még hozzáadni dolgokat, viszont már már szeretnénk megnyitni, szóval ebbe a videóban igazából el fogom magyarázni, hogy mik vannak a szerveren és eddig mit található meg. És igazából ennyi. Szóval, amint felléptek, ugye itt fogtok spannolódni És akkor ö, forduljatok meg, és itt vannak a hát ilyen leírások, ezeket igazából érdemes elolvasni. Szóval, ö, a PER jogokkal ugye meg lehet nézni, hogy milyen kiteket tudtok lehívni. Szóval itt találtam mindegyik. Amint elolvastátok, hogy melyik kit, ö, ugye, melyik, melyik, kitet tudja, akkor ugye tudjátok használni, ha már olyan rangosok vagytok, például, hogy pe, ugye perkit, és mit tudom én, például aki, ugye, ami a Giantnek elérhető. Na szóval, ö, ugye itt még található pár leírás, például hogy a Perhelp, -e, ugye, ugye -e meg tud venni rangokat a szívek Szóval ö, ugye itt szívek rangok vannak, ahogy a skyblockon is, szóval már ezen a három szerveren olyan rangok vannak, ugye ez össze van kötve, a tab is össze van kötve. Na, szóval amíg található szerveren, és a régi szívaklavon is ö, található volt, ugye ezek a kések, ugye amit a implicite.us per kések honlapon meg tudsz nézni, hogyan kell craftolni. Ennek igazából annyi a lényege, hogy tudtok találni a ládákat, a szerveren, és ugye találtok benne valamilyen ö, tárgyat 22 darab láda, ilyen láda van jelenleg a szerveren Ugye lehet, hogy ez több lesz Persze, de egyenlően 22 szerintem teljesen elég ö, Mindig egy tárgyat tudtok benne találni És 6 féle tárgy létezik Szóval ö, igen Ugye 4 féle kés ö, van a szerveren Vadászkés Aztán van a pillangókés van a karabit kés és van a m9 bajonett ugye Ez sorba uh, van hogy melyik melyik erős Ugye a a kés a legerősebb és az m9 bajonett a leggyengébb Szóval nekem itt a ládában le is vannak mentve Szóval itt van vadászkés ahogy lehet látni Itt a pillanagó kés Itt a karabit És itt az m9 bajonett Ugye az m9 bajonett ez többet sebez viszont a karabit az ugye meg knockback 3-as, hátra 3 magyarul ami azért mégis ö, sokkal jobb. És akkor így néznek ki a darabok, ugye nekem itt le van addolva direkt. Na, szóval. A map a mapról annyit, hogy ugye ez a régi szilváglovos Skype PvP map, ugye ez szerintem az tök jó, ez ö, nagyon sok ember szereti, mert ugye itt a, ezek a szigetek nagyon nagyok, és akkor nem lehet annyira kilökni egymást. Hiába van hátra 3. Szóval igazából a hátra 3, az például ilyen kicsi szigeteken jó. De mindig sziget nagy azért, szóval. Igen. A tárgyakat el, elrejtettük ismét, szóval máshol van egy csomó minden. Uh, XP poti az nincsen elrejtve a szervere, mert XP-t XP úgy tudsz szerezni, hogyha megölsz egy embert, és szerzel egy darab XP-t. Szóval uh, úgy kell szóval 30 embert meg kell ölnöd, ha mondjuk akarsz egy 30-as enchantot, de ugye már 1.8 óta ez megváltozott, szóval nem mondjam vele mind a 30-at. De ha akartok annyit, akkor ugye 30 embert meg kell ölnötök ugye itt egy mini ö, piac, és akkor ugye itt van egy csubakka, szóval igen, itt is láthat egy ilyen kis emberke szóval itt meg tudtok, ugye itt tudtok ládákat majd venni, egyen még csak egy található, akarunk még plusz kettőt hozzáadni, csak azt majd a későbbiekbe, de egyenre még csak egy található, ö, ugye tudtok nyitni ebből ö, egyenlőre darabokat, és majd lesz egy olyan láda is, ami maga késeket lehet nyitni, persze az drágább lesz az a láda, és nem 100%-os lesz. Szóval nem biztos, hogy fogsz legalább egy kést ö, nyitni, ugye. Szóval tudtok darabokat, ugye nyitni, meg késeket is, de azt majd elmondom később, az lényeg, hogy egy csak ez az egyetlen állat található a szerveren. A szóval ennyire volna ez a videó, igazából csak egy rövid ö, bemutató videó lett volna. Ugye, ahogy, amikor már látod ezt a videót, akkor a szerver már elérhető, és tudtok rajta játszani, és ö, igen, eléggé menő. A szóval tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és uh, iratkozzatok fel, sziasztok!